Késelésig fajult a vita a munkásszálláson. A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség bíróság elé állított egy 49 éves román állampolgárságú férfit életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt. A vád szerint a munkavégzés céljából Magyarországon tartózkodó férfi 2021. január 28-án este Jászberényi szálláshelyének konyhájában ittasan összeszólalkozott ukrán-magyar állampolgárságú lakótársával. A két férfi között ez alkalommal addig fajult a vita, hogy a román férfi a konyha asztalnál ülő lakótársát ököllel arcon ütötte. Erre a bántalmazott férfi felkelt az asztaltól, és kettejük között egy kölcsönös dulakodás vette kezdetét. A verekedés során a román férfi felvett a konyhaasztalról egy 15 cm pengehosszúságú hegyes konyhakést, és azzal hasba szúrta a haragosát. Ezt követően a verekedésnek úgy lett vége, hogy a konyhában tartózkodó egy munkatársuk a támadó román férfitől elvette a kést, lefogta a kezét. A verekedést követően a sértett és az elkövető közösen összetakarítottak a konyhába, az általuk a dulakodás során leborított berendezési tárgyakat helyére pakolták, és mivel a sértett sem akart hatósági eljárást, megegyeztek, hogy nem értesítik sem a mentőket, sem a rendőrséget. Végül az erősen vérző férfi úgy került kórházba, hogy a munkásszálon lakó munkatársai értesítették a munkahelyi vezetőjét, és ő szállította be a kórházba a sértettet. Szerencséjére, mert a férfinek a szúrás következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülései keletkeztek, és a közvetlen életveszélyt, ami a sérüléssel járt, csak az idejében nyújtott szakszerű orvosi segítség hárította el. A főügyészség börtönben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. Az ügyben első fokon eljáró szolnoki törvényszék az ügyészség indítványával egyezően 2 év 4 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte a lakótársát bántalmazó román férfit. A vádlott és a védő enyhítés véget bejelentett fellebbezése folytán a szegedi ítélőtábla, mint másodfokú bíróság előtt folytatódik az eljárás.